Most hát gratulációval kezdem, bár a mester visszakérdezett, hogy miért gratulálok, de azt hiszem, hogy azért, ha higgadtan nézi, akkor a videótanán egy pontszerzés azért nem egy katasztrofális eredmény. Nein, wenn wir es nüchtern betrachten, können wir ja zu diesem 1:1 gratulieren. Gegen Wido und Unschien zu spielen ist doch nicht schlecht. Nein, natürlich ist es nicht schlecht. Also ich bin auch nicht enttäuscht. Das ist natürlich immer so, wenn man nach 89 Minuten noch 1:0 führt, dann will man das Spiel gewinnen. Das ist eine völlig normale Geschichte. Ich bin nicht einverstanden mit einigen Entscheidungen, die heute getroffen wurden, auch mit den gelben Karten und so. Das hat das Spiel ein bisschen kaputt gemacht. Aber grundsätzlich haben zwei sehr gute Mannschaften gegeneinander gespielt heute. Hát persze, hogy nem vagyok elégedetlen, de hogy van 89. percben vezet a csapat, akkor az ember szeretné azt a mérkőzést már megnyerni. Egy nagyon jó, meg nagyon jó videóton ellen játszottunk, és hát a mérkőzés kapcsán van egy olyan kritikai megjegyzésem, hogy néhány bírói döntése nem teljesen értek egyet, főleg a sárgapok tekintetében, a játék folyamatot ezzel indokolatlanul megszakították, de önmagában két nagyon jó csapat mérkőzését láthattuk, úgyhogy ez egy-egy az jó. Második fél időben úgy tűnt, hogy nem nagyon hagy minket a videóton játszani, ott kívülről úgy nézett, hogy itt visszaesett a teljesítmény. Ő ezt hogy látta? In der zweiten Hälfte sah so aus, als ob Videoton die spielgestaltende Mannschaft ist, auch den Druck macht. Was ist deine Meinung dazu? Nee, also das ist Taktik. Also ist doch völlig klar, wir führen, wir müssen gar nicht für das Spiel was tun. Wenn wir eine unserer Konterchancen nutzen, dann ist das Spiel entschieden. Wenn Beretz den Schuss reinschießt, dann ist das Spiel durch. Warum sollen wir denn hier zu Hause ins offene Messer laufen? Wir wissen doch, wie gut Videoton ist. Also das, wir haben vielleicht das Spiel gemacht. Also ich habe nur lange Bälle gesehen. Ez taktika volt, tehát hogy a Videoton nem lehet a nyílt kézbe beleszaladni, és ha jobban kihasználjuk a kontrahelyzeteinket, akkor behúzhattuk volna ezt a mérkőzést, például a Beretz egyik helyzeténél. Ja, tudjuk, hogy milyen csapat a Videoton, úgyhogy erre muszáj volt ügyelni. Kicsit megtapasztalhatta, hogy mennyi vasas szurkoló van az országban, és ez nyilván a csapat teljesítmények is köszönhető. Hogy érezte magát ma a pályán? Naja, heute konnte man sehen, dass es viele Wasserfans in Ungarn gibt und dass wohl wahrscheinlich auch die Spieler das gespürt haben. Was war so dein Gefühl bezüglich dieser vielen Anzahl von Fans? Ja, das ist ganz großartig. Man sieht, die Wasserfamilie lebt und wir versuchen ja auch den Menschen was zurückzugeben. Und natürlich, jetzt geht man mit einem weinenden Auge das alte Stadion geht, aber das Neue kommt und das ist die Zukunft. Hát ez is nagyon örülünk neki látni, lehet, hogy a Vasasár az él, fantasztikus hangulatot teremtettek, és hát ez egy olyan mérkőzés volt, ahol mondjuk az egyik ember egyik szemmel sír, mondja egy sok emléke bíró stadion fog majd eltűnni, de helyette lesz egy új, és ez jó. Köszönöm szépen!